Berement meglepés, egy kis fájdalomra értesült, hogy 5,5 évi papi tevékenység után elhelyeznek innen tőlünk Berementről. Téged hogy ért a hír? Engem is váratlanul ért a hír. Én egy keddi nap értesültem a püspök úrtól, hogy március 1-ével felment az itteni szolgálatom alól, és kinevez a Mária Gyüdi kegyhely igazgatójának és a plébániának a plébánosává nevezett ki. Hát nagyon meglepődtem, váratlanul ért, készületlenül ért. Lett volna még itt feladatom, úgy érzem, de hát az engedelmesség nevében tovább kell állni. Egy kicsit itt az előzetesen beszéltünk, kicsit úgy vagytok ti, mint a katonák, kaptok egy parancsot, az ellen nem nagyon lehet mit tenni, hanem engedelmeskedni kell a parancsnak. Ez így van, ezt megfogadtuk mi a szenteléskor, hogy a püspöknek engedelmességgel tartozunk. Hát így a legnehezebb, mert ugye engem nem a dispozíciók hetében, augusztusban, hónapjában helyeztek el, hanem egy rendkívüli helyzet adódott, és most februárba kellett költöznem. 5,5 évet töltöttél el itt Beremenden, azért ez elég hosszú idő ahhoz, hogy már kicsit belásd magad a település életébe, elfogadott téged itt a település, te hogy érezted magad itt ebben az 5,5 évben? Hát nekem ez az 5,5 év úgy ment el, mint egy gyors álom, hiszen olyan, mintha Tolnáról most érkeztem volna. Én úgy érzem, hogy elfogadtak itt a településen, és úgy érzem, hogy szerettek is, mert az 5,5 év alatt itt a 8 hozzám tartozó községben nem mondhatom el, hogy valaki egy rossz szóval is megbántott volna. És ezt utólag köszönöm az embereknek. Én is igyekeztem mindenkinek úgy szolgálni, hogy jó legyen. Mindenkinek próbáltam én is a kedvére tenni. Egyébként maguk a tapasztalatok milyenek, milyen emberek élnek itt, lenn a délvidéken? A délvidéken, Tolna megyéhez képest szívélyesebb emberek élnek. Nyilván, hogy itt Dél-Baranya nagyon sok apró faluban ékeskedik, kihalófélbe települések is vannak. Mustármag módján él az egyház itt kisközösségekben, 10-15 fő a kisebb falvakban, de úgy érzem, hogy hát ott is, akik itthon maradtak és nem mentek el, mint fiatalok, ők próbálnak, mint ilyen fáklyák égni a kis egyházközségek élén. Én nagyon megszerettem őket is, hűséggel szolgáltam. Nekem gyakorlatilag egy misét se hagytam el az 5,5 év alatt, itt létem idején. Ha beteg voltam, ez egy évben volt, akkor helyettest kértem, és a kis emberek és kis falukban hűséggel jelen voltak a szentmisén. Akkor azt gondolom, az egész település nevében kívánjuk neked, hogy ehhez az új feladathoz legyen elég erőd és kitartásod, és hogy Gyűd azért nincs olyan messze Berement, ezért látogass el hozzánk. Én is köszönöm szépen minden kedves beremendinek a szeretetet, a tiszteletet, amit kaptam tőletek, és egyben arra kérlek benneteket, hogy nagy-nagy szeretettel fogadjátok az utódomat, Kovács Ferenc atyát. Ő, tudjátok, idevaló származású, itt volt ebbe a templomba az új miséje. Segítsétek őt, szeressétek, hiszen nagyapap hiány is a helyére, nagynyárádra már nem tud helyezni a püspök úr senkit se.